Sziasztok, sziasztok! Na itt látszik az a videó, amit ígértem. Addig készítem, amíg a család haza mert akkor azt hogy itt nem lehet semmi se hallani tőlük. Ugye azt a kérdést tettem fel magamnak, hogy mennyit termel a rendszerünk, meg is néztem az adatokat, és az látszik, csak azt nem tudom, ez a e, hiányzat, olyan fogja megjelenni, hogy egy állóba készült a rövid videó, hát most fekvőben van, de remélem nem dobja át állóba, ha igen, akkor elnézést kérek tőletek, de ezt itt tudom csak megoldani. De a lényeg, hogy napelemrendszer mire jó, mire nem jó. Én még évek ezelőtt azt mondtam, hogy nekem nem kell napelem a házra, mert nincs értelme. Tehát amit pénzt ráköltök, sose fogja visszahozni, és kb. 20 éves élettartammal lehet számolni, nem kell. Tehát többe fog kerülni, mind ugye vissza fog hozni. És akkor mi történt, közben, hogy megváltozott a véleményem, ugye asszonyka vett magának egy autót, és ezt az autót, ezt tudjuk elektromosan is tölteni, mert 50 km tud elmenni, nyáron akár olyan 70-80-at is, télen viszont olyan 40-50-et tud elmenni elektromos üzemmódba, de ő, mivel a szomszéd városba jár dolgozni, ezt így is használja, mert az elektromos üzemmódban nagyjából benzinmotor csak akkor, amikor rosszabb távra elmegy vele, vagy elmenjünk vele jobban mondva, tehát igazából jött az elektromos verda, akkor mindig úgy voltunk vele, hogy jó lenne klíma, de hát mennyit eszik, és stb. stb. meg vagy akkor csak, hogy a hűtésre használjuk, az úgy nem jó fűteni, nem fűtünk vele, mert az biztos, hogy nagyon drága. Plusz az energiárakat jól megdrágították, akarom mondani, a támogatást vették lejjebb, és akkor úgy voltunk, hogy akkor nézzük meg, hogy mennyibe kerül, és telepítettünk egy 24 táblás rendszert, Azt ígérték, hogy nagyon jó lesz, nagyon sokat termel, stb. 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 Télen azért én féltem, hogy mondjuk havas lesz a napelem tábla, és akkor nem fog termelni semmit. Azt mondták, hogy nem, hó, az pillanatokat leolvad róla, és termelni fog. Most a hó az nem olvad a pillanatok alatt róla, de a napelem tábla akkor is termel, hogyha részben látszik csak ki. És havazás után viszont az igaz, hogy nagyon gyorsan elkezdődik lecsúszni a hó. Na nézzük is a számokat, mert gondolom azért vagytok itt ugye át átteszi állóba, de nem baj. Ugye itt látható, hogy ez mondjuk a tegnapi nap, akkor igen, ha tudnám, hogy merre kell tekerni, akkor talán jó lenne, hogy ma van 12 -e, és ma látjátok, hogy egész jó termel 16,54 kWh, ami szerintem egész tűrhető, de itt van például a tegnapi nap, amikor kicsit felhős volt, talán még volt egy kis hó is a táblákon. Itt meg az a nap, amikor nagyon havas volt a napelem tábla, látszik csak egy 64, próbáljunk visszamenni, 465, 376, stb. De ha áttérünk a hónap nézetre, akkor látszik, hogy az Láttátok, hogy nem voltak olyan túl erős számok, mégis már 83 kWh termeltünk december folyamán. Ha átmegyünk novemberre, ott látszik, hogy voltak felhősebb idők, tehát novemberben nagyon sokat esett, ugye a felhős idő az nem kedvez a napelemnek, arra, hogy termeljen, de ott is már 400 kWh volt. Itt meg már van 700 kWh, ez volt ö, október, ami pedig nem egy ö, napsüdéses hónap. Ha éveset nézzük, akkor szépen látszik, kitesszük teljes képernyőre, hogy a megoszlás az ugye annyi, hogy itt a Nyári hónapokban egy megawatt óra felett is van a termelés, amit én először eshittem, amikor kijelentette a telefon, de bizony van annyi. Ö, nem titok, mi két és fél megawattot termeltünk be a hálózatba, amiből kőgazdagok leszünk, hiszen az kemény 11 forint, annyit fizet érte a Zeon. De én örülök neki, hogy így be tudunk termelni, mert itt télen is ugye a fűtésfejsre segítünk, most a klímákkal nagy segítség nagy segítség. Úgyhogy ö, nem is érdekelt annyi, hogy mennyit fognak érte adni, meg ugye most próbáljuk jobban is elhasználni. Tehát látszik azért, hogy, ö, hogy jelentős termelések vannak itt. És még a januári hónapban is volt egy, mit tudom, 300 kilovattor, azt jól, jól emlékszem, pontosan 292, ha minden igaz. És na, ez a mennyiség arra, hogy te arról fűtsél, meg mit tudom, az autót, meg ilyesmi, arra nem elég. Arra nem elég. A nyári hónapok azok bőven megfelelőek lennének, csak ugye télen ugye látszik, hogy lecsökken a termelés. Tehát, hogyha esetleg megszüntetik ezt a betermelési lehetőséget, akkor valami akupakot kéne lehetesíteni, de az akupak sem megoldás, van csak adott napon belül segít. Úgyhogy igazából ez a napelem rendszer úgy hogy nem biztosítanak arra lehetőséget, hogy nyáron megteremt energiát a télen felhasználd, fűtésre nem megfelelő. Ja, milyen rendszer van felnehető, nem is mondtam. Tehát egy megawatt felett termelünk, úgy de jó. Ez egy 21 táblás rendszer, két irányba elosztva, egy dél, vagy is van, dél-kelet-dél-nyugat, igen, azt mert már pont a déli oldal egy sarok lenne, dél-kelet-dél-nyugat, vagy nem, nem, hülye vagyok, dél és dél kelet tájolásban. 21 tábla és 410 wattos egy tábla. Úgyhogy potenciális teljesítmény van, és nagyon jó ez a tájolás, tehát a déli még jobb benne, és nincs semmi fa, semmi árnyék szerencsére, a tetősíkok képesek egymást beárnyékolni, de nem jelentősen szerencsére. Úgyhogy azért ez a termelés. Uh, igazából így megérte, így megérte. Tehát a klíma is, ugye, ha tudsz vele szóval fütteni, meg nyáron, ugye, én elég sóher vagyok, tehát nyáron nem kell gondolkodni, elindítod el a klímát. Tehát fogod, bekapcsolod, szépen hűtse le hálat. A másik nagy előny, itt az elektromos autó. Uh, nekem van még egy telkem, ahol nincs épület, és mi arra gondoltunk annak idején, hogyha nagyon meg fog drágulni a, a, az elektromos áram, és mi ugye nem fogunk bele, mert akkor még nem is volt tudod, hogy hogyan fog ez működni, és mi nem férünk bele ebbe az államilag előírt mennyiségbe, akkor át, hogy a kocsit át kellene tölteni. Mennyit teszik az autó? Ugye nem nagy távolságra használja a kedves feleségem, nem is egy túl újszerű elektromos autóról beszélünk, tehát itt igazából, hogy is van, Összvíz 16 kWh az akupakkal adta, ami elég kicsinek számít. És ha jól emlékszem, hogy hát ugye ebből 10-11 kWh tud elhasználni, és azzal képes nyáron max 80 km-t elmenni, télen meg ilyen 40-50-et. De ha az ember tapostja neki, akkor jelentősen csökken a távolság. Hogyha télen mondjuk a 40-ben már fűtés is benn van, tehát ott az, már az lehet fűteni is télen méreszik kevesebbet, télen azért hogy kevesebbet, hogy az az nagyon lehűl, és ezek a lítium aksik, ezek hidegben nagyon szeretnek produkálni, teljesíteni. Ilyenkor még az segít, hogy a töltőről veszük le az autót, és akkor kicsit tölti az akkumulátort, tehát melegíti az akkumulátort. Ez egy olyan, hogy ilyen akkumulátor előfűtés, ha jól emlékszem, nincs, de ez, ez egy Opel Amper egyébként egy első generációs Opel Ampera. Tehát itt az akkumulátort nyáron hűtti, télen, hogy fűtti, azt hiszem, hogy valamilyen szinten fűtti, de azt az üzemi meleg szintet azt nem éri el vele, az biztos. Tehát mit tudom, én, én így számolgattam és nézegettem, és olyan tudjuk az elektromos autót, hát az úgy néz ki, hibridet jobban mondom, hogy aki beleköt, de egyébként ez egy RIV, tehát a Range Extended Electric Vehicle, ugye ami azt jelenti, hogy egy hatótárnövet elektromos jármű, méghozzá azért, mert ebben egy speciális üzemmódot kivéve a benzinmotor a kereket nem hajtja direktben, mindig egy generátor, agregátor funkciót tölt be, tehát elektromos áramot termel, és az elektromos áram hajtja meg a villanymotort, illetve van benne még egy ilyen generátor szerűség, azt én sem emlékszek már rá, tehát van egy benzinmotor, egy kisebb villanymotor, meg egy nagyobb villanymotor, és akkor így hajt le. Na, az a lényeg, hogy ezt majd, hogy nem napi szinten töltjük, de két naponta biztos. És akkor így jön ki az, hogy egy hónapban olyan 2 300 kwh megeszik csak maga az autó. Úgyhogy itt a záramfogyasztásnak ez egy jó része. Még mielőtt ugye bejött ez a mizéria, akkor ugye LED lámpákat helyeztünk fel, hogy a hűtők is eléggé energiatakarékosak, a szárítógép, mosógép, de bizony van felhasználás, mert a mosógép is szinte folyamatosan megy, utána a szárítógép következik, az is elég gyakran megy. Hát úgy folyamatosan, hogy minden nap szinte el van indítva egy mosás, egy szárítás, stb. Tehát igazából ennyi a felhasználásunk. Hát én azt számolgattam, azt hiszem, hogy 450 kWh jött ki az egyhavi felhasználásunk. Úgyhogy így indokolt ez a napelem, hogy megdrágult volna az elektromos áram. Akkor, amikor létesítettük, a kakos, nem is tudtam pontosan mennyire fog megdrágulni, csak a híreket hallottam. Viszont a gáz az jelentősen, tehát az drasztikusan megdrágult, hogyha túllépjük mivel jól le vagyunk szigetelve, igazából nem léptük volna túl egyébként se a gázt, de még itt tudja, mit hoz a jövő. Tehát ne legyen, nem vészmadárak akarok, de lehet, hogy még sokkal rosszabb lesz az, a, az energiahelyzet. Na mindegy, szóval napelemről kb. ennyit, meg a vélekedésről is, hogy megéri, nem éri. Azt látjátok, hogy teljesíteni teljesít, ugye azt elmondtam, hogy télen, hogyha nem lenne ez a Kiegyensúlyozási lehetőség, ugye, hogy a nyári fogyasztást télen el tudod használni, akkor bizony nem lenne nagyon jó dolog, mert ahogy mondtam, 450 kw ot használtunk el úgy, hogy csak az autó, meg a mi szokásos fogyasztásunk. Tehát már azt se fedezné, tehát a januári és a decemberi sem, valamint a novemberi sem, a október, tehát a nagyjából februártól októberi viszont fedezni. És hogy hogy hozzáadjuk azt, hogy a klímát, a klímát nem tudom megmondani mennyit teszik, mert most például hátul, ugye szellőztetve volt, hátul elindultatom a klímát, de itt a nappaliban az a szerencsé, hogy marhonai ablakok vannak, és ezek az ablakok három léteg üveggel vannak ellátva, és ilyenkor télen, amikor süt a nap, az az a röhelyes helyzet áll elő, hogy a nappaliban nagyon meleg tud lenni. Úgyhogy igazából itt fűteni nekünk itt most mai napon nem kellett. Komoly, nem kellett hátul, amikor szelőztetve volt hátul, ugye el volt indítva a klíma, még a nappaliban el szoktam indítani a szellőztetés után a klímát, de itt most nem ment, mert egyszerűen nem csökkent le, hogy a hőmérséklet. A... Van még két hálószoba hátsón kívül, ott két ilyen elektromos konvektort helyeztem el, Azokat elindítottam, mert ott eléggé lement a hőmérséklet, azok a szobák hidegebbek is, mint a nappali. Ugye ott nincsenek ekkor ablakok, amik ugye felmelegítenék ugye a, a helyiséget. Ja. Még ennyi, hát, Bármi kérdés van esetleg, hogy ti is gondolkodtok ilyen napelemrendszer telepítésében, bármi kérdés van, írjátok meg kommentben, igyekszek rá válaszolni. Nem biztos, hogy azonnal, meg aznap, de mindenképpen próbálok rá válaszolni, persze a kommentek mennyiségétől is függ. Uh, ja, úgyhogy bármi kérdés van, kommentelj nyugodtan, véleményed van, vagy valami hibát követtem el, azt is írj meg nyugodtan. Nem vagyok annyira hozzáértő, akkor nagyon sok mindent elolvastam, amit lehetett, nagyon sok embernek kikértem a véleményét, hogy, hogy mégis érdemesebb belevágni, stb. stb utólag így elbírálva az akkori kételjeinket el tudom osz, magamnak is, tehát igazán megérte belevágni, egy jó dolog, más nem tudok mondani. Szokásos. Ha tetszenek az videók, tehát itt igazán minden van, autó, otthoni barkácsolástól kezdve, akár mit tudom, egy bútor egy sok minden van a csatornán, tehát nagyon vés felvágott meg lesz is még sok dolog, ami jön az életben, tehát az ilyen háztartás körüli dolgokkal kapcsolatos videók tetszenek, akkor iratkozz fel. Ha pedig ez a videó tetszett, egy lájkot like megköszönök. Sziasztok!